ezt a kmocsnak a videó mi hétfőn kellett csinálni, csak most jutottam el odáig, mert múlt héten tudom, hogy nem töltöttem fel semmit, az azért van, mert a YouTube nem engedte nekem, hogy felrakjak bármit is. Nem tudom miért, de videóztam, és majdnem minden nap videóztam ráadásul, szóval van anyag, amit kell, hogy felrakjak, csak nem tudtam feltölteni, mert nem ment fel. Nem tudom, hogy miért van új, nem tudom, hogy másnak is úgy volt a múlt héten, de még bejelentkezni is alig tudtam, csak így nagyon ritkán. Szóval a hétfőn meg nem értem rá ezt megcsinálni, meg tegnap sem, szóval csak ma tudok. Szóval elkezdtem a kérdéseket, először megmutattam a hasam, mert mindenki már mondja, hogy nem mutattam meg már mióta. Nem nagyon szeretem mutatni, mert hogy hívják, van aki mondja, hogy túl kicsi, van aki mondja, hogy óriási, és azt én nem szeretem hallani, hogy ó, óriási a hasad. Oké, jó, megértettem, óriási, meg kicsi, oké. De hát így néz ki, akkor most 35 hét. Oké. Na. Hány hetes vagy? 35. És megmondanám nektek, hogy már unom. Hogy jó, oké, majd szeretnék még egy gyereket majd később. Én már mondtam Gabinak, hogy 100-at akarok. Hát nem 100, de sokat akarok. De sok ez az idő, hogy 47. De szóval még van 5 hét elvileg. De remélem, hogy hamarabb jön egy kicsivel. Oké, mennyit híztam? Szerintem már 10 kilo, mert 70 kilo vagyok most már. Vettem új kis mamaruhát, nem. Szóval még eddig még mindig nem. Szóval ha valaki terhes, nem muszáj kis mamaruhát venni. Szerintem én. De hát lehet, hogy már ősszel, ha terhes vagy, hogy hívják, nem nyáron, hanem télen, akkor szerintem kéne az olyan nadrág, ami felül, hogy farmer, utána felül meg ilyen stretches dolog, ilyen kis mama nadrág, szerintem az jó lesz, meg egy kabát, ami át tudsz húzni, vagy egy púcsi, mert a púcsimak azok nem jönnek rá. Nem tudom felcipzározni. Mégis mikor azt hittem, hogy nagyok rám, most már látszik, hogy nem nagy. Terhességi csíkok még mindig nincs, de viszket a hasam, szóval gondolom, hogy majd csak lesznek, mert nem az, hogy szárad a bőr, hanem hogy viszket, és azért azt mondják, hogy azért viszket, mert már túl van a határon a hasadnak, hogy már nem bírja olyan sok nyújtást meg minden, szóval gondolom csak lesz egy pár, de nem baj, de eddig még mindig nincs. Alvás, én azt elfelejthetem, mert én nem tudok aludni. Nem tudom miért, de most már még rosszabb, mint ami az előtt volt, hogy mondtam, hogy jó, nem tudok aludni, meg nem, ez már teljesen nem tudok aludni. Tegnap este fel is keltettem Gabit, mert nem tudok aludni, utána csinálja meg mondja, hogy hát feküdhetsz rá, azt csinálhatsz, amit akarsz, de mi érdekel, csak tudjak valahogy aludni, de hát én nem tudok. Meg itt, ez a rész a hátamnak, nagyon fáj, meg itt lent, nagyon fáj nekem. És nem tudom, hogy miért, de nagyon fáj. És próbálok pihenni, próbálok mozogni, mindent csinálok, és próbálok, amit csak mondani, amit mondanak, meg ami lehet, de semmi sem működik. Legjobb pillanat a héten. Ezért azt, hogy nem írom meg a blogom, mert nem is emlékszem, hogy mi történt a héten. Múlt héten. Elmentünk a... Hogy kell szemmagyarázni. Egy eljegyzés, de Gabinak a tesója az a showgirlnőm, igaz? Igen, na. Neki mentünk a eljegyzésükre. Mit csináltunk még? Mindegy. Hiányzik valami. A ruhám. Meg a cipőm. De azt mondták sokan, hogy szerencsés vagyok, mert nem dagad fel a lábam, mert még mindig beférek a cipőmbe. Mozgás, még mindig sokat mozog. Mire vagyok kívánós, semmire. Nem nagyon érdekel engem a kaja egyáltalán most már. Csak, hogy egyek valamit. Mitől leszek beteg? Semmitől.
Csak most nem tudom, mintha mikor alszok, mintha itt lenne kaja, mégis ha nem ettem, tudom úgy, hogy olyan késő, mikor mielőtt mentem aludni, de mindig, mintha itt lenne kaja, és így, ugh. És azért se tudok aludni. A nemek kislány, a név nem változott meg, még mindig úgy van, ahogy mondtam, Elizabeth, de az a baj, hogy még nem vagyok benne biztos, hogy azt akarom most már. Szóval nem tudom, amikor meglátom, akkor majd eldöntöm, hogy mi lesz a neve, de addig én nem tudom, mit csinálok, mert nem tudom. A szülési fájdalom, nem hiszem, hogy vannak. Szerintem csak rendősen fáj. Kiadok bent vagy kint, még mindig félig van. Házassági gyűrűk még fent van. Boldog vagy hisztis legtöbbször. Boldog, de este már hisztis, mert nem tudok aludni egyáltalán. Mit várok? Hogy kész legyen ház. Meg hogy már jöjjön már ki a gyerek, mert... nagyon nagy a hasam, ez a plusz 10 kiló már nagyon lehúz engem így, és már nem kényelmes sehol se aludni, se mozogni, se ülni, se feküdni. Ja. És én meg vagy 20-szor akarok megcsinálni, tudom én, de hát nem baj, az a lényeg, hogy ezen túl legyünk előbb, aztán már eldöntöm, hogy majd lesz még, vagy nem. Mit akartam még mondani? Ja, szóval azok a videók, amit csináltam a héten, azok fel fogom rakni ezek után, tőle ezen a héten felrakom, meg lehet, hogy a jövő héten is bele fog menni, de csak azért, mert töröljem ki, ha már meg van csinálva. Érted? Mert úgy van, hogy csináltam a videót, mert ráértem, csak nem engedte, hogy feltöltsem. Szóval így nem annyira jó. Szóval mindegy, azt fogom feltölteni a héten, és majd szólok mikor, hogy okay, ez most már teljesen új videó, hogy most már ma csinálok új videót. De közben a videókban mondom, hogy ma csinálok új videót, meg mindent. Megmondom nektek, hogy mikor lesz, hogy igazából, hogy új videó, mikor... De hogy nem a múlt hétről filmeztem, hanem mostantól. De mostantól nem fogok, hanem azokat felrakom előbb, utána feltöltöm az, hogy mit fogok most csinálni. De most nem csinálom, értitek? Mindegy. Az a lényeg, hogy de a házzal kapcsolat mindjárt készen vannak. Úgyis, hát hogy mondjam. Még csempéznek, még mindig. Meg... Utána ki fogják festeni, padló, be a kazán, vagy a kazán, utána beköltözés. Szóval lehet, hogy jövő héten jövő hét után, de remélem, hogy jövő héten. Meglátjuk. Majd át fogok menni, és megkérdezem, hogy mit csinálhatok, mert hogy adagassa vagy csempét, vagy mit csináljak, mert én hamar akarok beköltözni. Na, remélem ez a videó tetszett nektek, és bocsi, hogy nem volt videó egész héten a múlt héten, mert tudom, hogy nem írom a vlogom, szóval úgy néz ki, mintha csak eltűntem, de majd szólok, ha el fogok tűnni. Jó, azt is kérdeztétek, hogy mikor megszületik a gyerek, akkor fogok felrakni róla a videót, és akarok, de az első napok, mikor bent vagyunk a kórházba, azt eleve nem tudom megcsinálni. De mikor hazajövünk, ahogy ráérek, fogok feltölteni videót. Szóval ha nem érek rá, ne haragudjatok, de fogok próbálni, ha legalább kettőt felrakjak egy héten. De attól függ, hogy most, hogy akkor, hogy érzem magam, meg hogy mennyi szabadidőm van. Na, remélem tetszett nektek, és már mutattam a hasam, igaz? Igen, oké. Na, sziasztok!